Kanada az észak-amerikai kontinens nagy részén elterülő alkotmányos monarchia, melynek államfője a mindenkori brit uralkodó. Fővárosa Ottawa, hivatalos nyelve pedig az angol és a francia. Kontinensnyi méretét jól leírja az ország hivatalos mottója, ami az, hogy tengertől tengerig. A világ egyik legfejlettebb és leggazdagabb állama, az emberek többségének azonban elsősorban a jégkorongról és a juhászirupról ismert. Az ország 10 tartományból és 3 területből áll. A tartományokat az ország alkotmánya határozza meg, ezért nagyobb önállósággal és több jogosítvánnyal rendelkeznek, mint a területek, melyek felett a szövetségi jog értelmében a központi kormány közvetlenebb irányítást gyakorol. A kanadaiak híresek a vendégszeretetükről, olyannyira, hogy 1967-ben az albertai Saint Paulban építették meg a világ első UFO leszállópályáját. A kanadai Nunavut terület 23-szor nagyobb, mint Magyarország, ennek ellenére csak annyian lakják, mint Sziget-Szent Miklós városát. Az államhoz kapcsolódó érdekesség, hogy Nunavutban a rendszámtáblák jegesmedve lakúak. Az Ontario-i Guelph városában van egy striptease bár, amely vasárnap templomként működik. A Hudson-öböl mentén a gravitációs vonzás kisebb, mint a világ többi részén. A rejtély alaposan feladta a leckét a tudósoknak, akik a mai napig nem tudnak magyarázattal szolgálni a szokatlan jelenségre. Aki ellátogat ide, ugyan nem fog olyan könnyen mozogni, mint a Holdon, a testsúlya azonban alacsonyabb lesz, mintha máshol állna rá a mérlegre. Kanada egyik védjegye a juharszirup. Talán ezért sem annyira meglepő, hogy a világ juharszirup készletének 77%-át az országban állítják elő. Hollandia minden évben 20 000 tulipánhagymát küld Kanadának hálából, amért a II. Világháborúban segítettek felszabadítani az országot a német megszállás alól. Az 1976-os nyári olimpiai játékokat Montrealban rendezték meg. A kanadai sportolók nem tudtak aranyérmet szerezni, így ez az egyetlen nyári ötkarikás játék, ahol a rendező ország atlétái nem állhattak fel a dobogó legfelsőbb fokára. Egy átlag kanadai heti 30 órányi időt tölt tévénézéssel. Egy felmérés szerint mintegy 128 000 kanadai háztartás fürdőszobájában is van egy tévé. Kanada lakosságának 90%-a nem lakik 160 kilométernél messzebb az amerikai határtól. A Trans-Kanada a világ 5. leghosszabb autópályája, a maga közel 8 000 kilométerével. 2017-ben Uruguay után Kanada lett a 2. ország a világon, amely teljes egészében legalizálta a marihuánát. Mindössze 3 kanadai város lakossága éri az 1 millió főt, torontói, montreali és calgaryi. A főváros Ottawa csak a 4. legnépesebb település. Kanada legnagyobb nemzeti parkja, a Wood Buffalo nagyobb területtel rendelkezik, mint sok kisebb európai ország. Területileg többek között Svájcot, Szlovéniát, Dániát és Hollandiát is lekörözni. A kanadai törvények értelmében tilos olyan képregényt kiadni, mely bűncselekményt jelenít meg. Ha valaki külföldiként Kanadába költözik, vagy csak ellátogat oda, nehezen szokja meg a mértékegységek változatosságát. Mivel az országra az angolok és az amerikaiak is befolyással bírtak, a kanadaiak a hosszúságot méterben, a távolságot kilométerben, a testsúlyt azonban fontban, míg a testmagasságot lábban adják meg. Ha ez még nem lenne elég, a jogosítványokon éppen fordítva adják meg az adatokat. A magasságot centiméterben, a testsúly pedig kilogramban. Az időjárás Celsius fokban mérik, minden más hőmérséklet esetében viszont Fahrenheitet használnak. Kanada legkisebb tartománya a Prince Edward sziget területe akkora, mint Békés megyei, lakosainak száma pedig nagyjából Szegeddel azonos. A fekete aranyról a legtöbben az öbölmenti arab országokra gondolnak. Kanada alatt azonban közel 176 milliárd hordónyi kőolaj van, így Szaúd-Arábia és Venezuela után itt található a világ 3. legnagyobb kőolaj tartaléka. Az Egyesült Államok több olajat vásárol északi szomszédjától, mint a világ bármelyik másik országától. Kanadában rengeteg tó található. Olyan felmérés is létezik, hogy Kanadában több állóvíz található, mint a világ összes országában együttvéve. A világ édesvíz készletének 20%-a is az országban van. Az Izraelben található holtenger sótartalma olyan magas, hogy lebegni lehet a víz felszínén. Ilyen tó Kanadában is van.
A Little Manitou show tartalma körülbelül fele akkora a holtengerinek, de még így is lehet lebegni a felszínén. A Superman képregények társalkotója és rajzolója Joseph Shuster kanadai származású. Az események fő helyszínéről szolgáló Metropoliszt a szülővárosáról, Torontóról, míg Clark Kent munkahelyét a Daily Planetet a Toronto Star lapkiadóról mintázta. A kanadaiak fejenként évente 640 kg szemetet termelnek, melyben világelsők. A II. Világháború során a szövetségesek számtalan német katonát szállítottak észak-amerikai hadifogoly táborokba, hogy lehetetlenné tegyék számukra a szökést. A háború vége után a kanadai táborokban fogva tartott németek többsége azonban már haza sem akart térni Európába, így itt kezdtek új életet immár kanadai állampolgárként. Van egy kisváros az amerikai-kanadai határon, ahol csak szó szerint útlevéllel lehet átmenni az út túloldalára. A Kenusa Street az egyetlen olyan határszakasz az Egyesült Államok és Kanada között, ami pontosan az út közepén húzódik. Az utca az egykor önálló Biplane települést vágja ketté, így az északi része a kanadai Stansteedhez, míg a déli az amerikai Derbyhez tartozik. Egy helyi városi legenda szerint néhány földmérő azt a feladatot kapta, hogy állapítsa meg az amerikai-kanadai határt. Mivel a földmérők meglehetősen részegek voltak, ezért húztak egy hosszú vonalat az északi szélesség 45. fokán, ami akkoriban Biplane főutcája volt. Ez ma a Kenusa Street. A határ majd 200 éven keresztül pusztán szimbolikus jelentőségű volt. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után azonban itt is szigorú határellenőrzést vezettek be. Kamerákat szereltek fel és határőröket vezényeltek a területre. Aki tehát hosszasan tolat ki az autójával a garázsból, vagy csak meglátogatja a szembeszomszédját, tiltott határátlépés követ el, amiért akár több ezer dolláros pénzbüntetést is kaphat. Aki tehát át akarja lépni a határt, kénytelen az utca végén lévő határátkelő helyen lepecsételtetni az útlevelét és kitölteni a vámnyilatkozatot. A kosárlabda az Egyesült Államokból indult világhódító útjára még a 20. század elején. Valójában azonban egy kanadai találta fel szinte teljesen véletlenül. Dr. James Naismith, a Springfieldi Testnevelési Egyetem tanára egy olyan játék megalkotásán fáradozott, melyet a hallgatók rossz idő esetén a teremben is játszhattak, és kellően meg is mozgatja őket. Naismith éppen egy értekezletre hívták, így a kezében lévő focilabdát a tornaterem sarkában álló barackos kosárba dobta. Amikor visszajött, látta, hogy a hallgatók a kosárba való dobálózással próbálkoznak. Naismith két héten belül elkészítette a játék tervét. A legelső kosárlabda mérkőzést 1891. december 22-én játszották a Springfield Egyetem tornatermében. A két barackos kosarat felszögezték a falra 305 cm-es magasságban. Az aljukat azonban ekkor még nem vágták ki, így a portás feladata volt, hogy egy létra segítségével kiszedje onnan a labdákat. Kiveszek egy labdát, ha ráérek. Sok dolga nem akadt, mert a mérkőzés 1-0-ra végződött.